utcán. Na, hát sziasztok, örülök, hogy ennyien eljöttünk. Várjatok még, akkor a sört még gyorsan átadják. Most tekesítsz. Mondták a partizán. A kollaborációk. Na, jó, minden jó? Ennyi. Jó. Na, akkor még egyszer örülök, hogy ennyien eljöttetek. Itt a Magyar Makettezőkér Egyesület alapító kis ünnepségére. Hát, hol is kezdjük? Na, egyelőre itt összeírtam egy kis beszédet, ezen haladjunk végig, aztán majd látjuk, hogy hogyan tovább a dolog. Először is az Egyesületnek a céljairól szeretnék beszélni egy kicsit, miért is hoztuk létre ezt az Egyesületet, miért is szeretnénk létrehozni ezt az Egyesületet. Ez az Egyesület három alampillért írtam föl magamnak, ami alapján szeretnék majd programokat kitalálni, és ez alapján haladni. Az első alappillér a kulturális és közélet fejlesztése a magyar makettező életben. A promodell eltűnésével nagyjából így megszakadt az a kulturális élet, úgymond, ami egyáltalán a magyar makettezésben volt. Amivel minden nap találkozunk. Hát amivel minden nap, igen. Nem egy egyszerűen trollfórumra gondolok, hanem valamennyire egy ilyen minőségi tartalomszolgáltatásra. Ez ugyebár megszűnt, és ezt szeretném így egy kicsit így fölélénkíteni. Ezért nem kellett volna neked sör az elején. Na, nem akartam tőle elvenni. Mondtam neki, hogy nem szabadott volna odaadni a sört. Na, szóval, kulturális közélet. Itt az egésznek az a lényege, hogy a Makett TV-t is szeretném fejleszteni ezáltal, és a kettőt valahogy összekapcsolni, és a mai világban nagyjából már az internet vette át ezt a nyomtatott sajtó szerepét, és ezt tovább gondolva a Makett TV az egy nagyon jó alap lehetne ennek a fejlesztésére, és egy hasonló struktúrában, mint régen, ahogy a Promodell volt, annak idején, hogy mindenféle makett megjelenésekkel, ugyanúgy makett bemutatókról, klubtevékenységekről, mindenről lehetne szépen egy ilyen kis normális kultúrát műsorokat csinálni. Talán csodással, igen. Akár igen. És akár fordulhatna is az illető, akár oldalhoz, hogy bárhova, én ezt szeretnék csinálni, egy ilyen figurát, de nem tudom, hogy ez a figura, milyen színekből. Hát ez már a további része, ez a történelmi háttér, ahol kezdődik az emberek ezeknek a területének, tehát úgymond szakértői. Igen. Én meg ugyebár a DVD-készítéshez értek valamennyire. Én ezt tudom jól prezentálni ehhez kapcsolódóan. Majd ennek is egy normális stúdiót adni. A Makett TV az egy normális stúdióba költözik, majd kialakítunk egy normális stúdiórészt, ahonnan fogjuk az adásokat csináltatni, és ezt szeretném, hogy hát mit tudom én, egy éven belül legalább heti 5 adásra. A heti 1-ről heti 5 adásra bővíteni mindenféle témakörben, de hát ha többet igényel, akkor még többet, ez azért nem zárkózunk el. De minimum heti 5 adásra, hogy minden hétköznap este lehessen egyet-egyet nézegetni. Figyelj, egy fél órás műsor, minden hétköznap este, ez még szerintem itt tartató első lépésben. Rengeteg anyag pedig, tehát az nagyon sok. Sok anyag, persze, de a makettezésben van is ennyire anyag. Rátodik, mit? Lassabban aztán, ha meglátjuk, hogy hogy sikerül. Inkább elvágni, aztán vicc lesz. Mi? Már sok lesz a kincsanyag. Miért lenne sok? Janó az örök lázadó viccinek kérdezi az elműsor. Az lenne a lényege, tehát hogy magát a portrát lehet hozni, hiszen minden az interneten volt. Tehát hogy akár, tehát aki kezdi a makettezést, azzal szembesüljön, mikor lerakja a elkészült darabját az asztalra, azt mondják, hogy ez szar, hanem valahonnan esetleg mondjuk információ, akár eljön a klubba,
akár interneten keresztül, tehát tanácsot kap, tehát hogy mit, hogyan csináljon, és azt kipróbálja. Ha már eljön a klubba, és azt mondja, hogy én kipróbáltam ezeket, amiket ott lát, szerintetek ez így jó, az már egy jó irány. Én azt mondom, hogy ezt az irányt kellene követni, mert az a baj, hogy hányan vagyunk itt, és hány évesek vagyunk? Jó, 15 éves, 12 éves van, 30 éves. Jó, várjál, erre majd még rátérünk később, mert erre lesz majd egy külön rész. Igen. Na, a gyerekprogramok, amik ide fognak vágni, amit Feri is mondott, hogy az, a másik fő pillér a kulturális közélet mellett a gyerek. Gyerekmakettezés és egyáltalán a gyerekek bevonzása a makettezés világában. Megismertetni velük ezt az egész dolgot. Itt lennének majd iskolai népszerűsítő kampányok, akkor támogatói programok, majd én ebben jó vagyok, én majd szépen a cégekkel megegyedek, és bizonyos rosszúfárban. Figyelj, most én egy olyan helyen dolgozok, ahol erre van lehetőség. Vagy a központból egyébként, ahol összefüggünk. Ezt úgy támogatják ezen a részről, és ezt azért érdemes meglovagolni, hogy azért érdemes a gyereket felé nyitni. És amit még szeretnék hozzátenni, hogy nem biztos, hogy az illető itt a legjobb makettező, viszont lehet, hogy egy nagyon komoly gyűjteményen rendelkezik, ért ehhez, lehet, hogy éppen nem is makettezik. Viszont a makettezőnek tanácsot tud adni, hogy figyelj csak, Puma, 41-ben ez a fajta Jackie még nem volt a németeken, vagy az amerikaiakon, vagy Winterway, vagy bármi. Ez a hadszintéren. Ilyen szempont volt. Mert ilyennel sajnos nagyon sokszor találkozunk. Hát ez a makettezéshez kapcsolódóan a történelmi, ami dolgunk. Megismertetése egyáltalán mondjuk egy Alex Elwood-ban tudcai, az Google elmagyarázza, hogy is működik például. Igen. Ez mindenféleképpen a kulturális közélethez hozzátartozik, hogy ezeket ugyanúgy lenne szépen egy cikk mondjuk a német egyenruhákról 42-ben. És munkámból akadóan talán ez még lehet, hogy lehetne egy kapcsolat is, és ezt fel lehetne futatni olyan szinten, hogy ugye ezt kapcsolva akár egy toborzó a bombacsik részéről kapcsolja a kettőt. Lehet kapcsolni. Akár egy toborzó úgymond jellegel, valahol a gyerekek bevonzása az azért is cél, mert a polgármestertől mondjuk biztosít egy helységet az egyesület működéséhez. De én cserébe ígértem erre egy olyan, hogy mivel hogy neki is jó legyen, ezért egy vándorkiállítást szépen elindítunk a kerületi iskolákban, ahol makettek mondjuk ki lesznek rakva, és egy alapképzést biztosítunk a kerületi gyerekeknek ingyenesen. Hogy oda le tudnak jönni, az első makettüket össze tudják rakni, mindenféle anyagi költségvetésből. És megismeri azt, hogy jó, akkor mit tudom én egy ilyen láztalpat, hogy kell összerakni, hogy kell lefesteni az első repülőtet egyszerűen. És akinek erre van igénye, utána tovább persze lehet. Szintetett a profitól persze, hogy meddig lehet eljutni. De akár a Zsoltiékkal majd együtt működve a profi képzést is. Mert odáig már mi már nem biztos, hogy elérünk, de viszont együtt működve, mert én tervezem is, hogy biztosítunk mondjuk a Painting School-nak egy jó klubhelységet, mivel nekik ott lesz szabadon, ezért cserébe ők majd segítenek bizonyos oktatásokban. De hát ez a jövő zenéje, remélem, hogy együtt tudunk majd ilyenekbe is működni. Ilyen csak van, olyan nincs lehetőség, hogy például iskolában ezt népszerűsítenek egy kiállítással. De esetleg egy-egy órára, mondjuk de lesz, erre is terveztem, igen, hogy technikában még ilyen. Nem egy óra, még ilyen úgy népszerűsítő nap lesz. Nem igen, biztos, hogy nincs már, fiam nagy óra. Mert nekem még annak idején volt, nem tudom, hogy technikóra keretén belül. Hát, nekem most a gyerek most a technikás nincs. Nem ilyen. Nagyon kevés iskolában van ilyen. Székesfehérváron van egy tanár úr, aki bejár hozzánk, ő hasonlót csinál. Vele is majd együttműködünk. Ő most a repülés 100 évének vagy a magyar repülés 100 évének a dolgaiból indított egy vándorkiállítást a Fehérváron, és akkor ez tök jól működik. Tanter szerint nincs, az biztos. Nincs. Az 100%.
nem tudom. De ott lenne egy népszerűsítő nap, ki lenne mondjuk rakva a kis vándorkiállítás, oda lenne írva, hogy biztos egy hónapon belül lesz akkor egy népszerűsítő nap, ahol kimegyünk, látványmakettezés, akkor egy kicsit mégiscsak becsámítanánk a gyerekeket ebbe a világba, és akkor ott lehetne nekik ajánlani, hogy ide meg ide le lehet jönni, és akkor ott lennének ezek az oktatások. Szerintem ez így tök jól működhet, és ezáltal valamit mondjuk visszaadunk a polgármester hivatalnak is, hogy biztosít egy helyszínt erre az egészre. Tök ingyenesen. Már kaptuk ajánlatokat, amit láttatok, már átküldtem. Megnézegettem az elsőt, nem a legjobb, a második lesz nekünk ezzel kapcsolatban, aki esetleg Mert mindjárt jön a Csabi is, hozzatok nekik is, vagy húzzatok oda egy szépet. Gyere ide, Peti, te még ide. Akkor Csabinak is elkezdjük egy helyet. És akkor vendász a nézőknek. Ide húzunk még egy asztalt. Jaló, ne a sört itt, hanem csinálják helyet a kollégának. Hát nem tudom, majd utána esetleg elsétáltuk arra, az innen nem messze van, amit én kinéztem, hogy az jó lenne. Egy pince helység, kettő helység van egymás mellett, elsőre mondjuk ez a 60 négyzetméter, azt szerintem elsőre bőven elég lesz, de ott van mellettem egy másik 60 négyzetméteres is, amit ha esetleg bővünk, akkor még akár azt is tudjuk használni. Alapnak, indulónak nem rossz. Szerintem se rossz. Igen, hogy WC legyen. Tehát tisztálkodási helység, tehát egy tisztálkodás meg legyen. A másik pedig annyi, hogy A másik annyi, hogy úgyis még egy festés, gondolom ilyesmikkel, egy némi felújítás biztos, hogy kell. Hozzá tudják volni, segíteni. Hát ez mindenki közösen, majd szépen egy kis társadalmi munkába majd meg fogja csinálni ennyi. Hát ez így működik, ez hogy így mivel nagy anyagi befektetésünk nincsen, ezért társadalmi munka lesz. Attól lesz a még, hogy nincs. Persze. De hát egy festés az szerintem alap. Ha bekerülsz egy ilyen helyre, azért egy, mit tudom én, hány éve mondjuk nem nagyon használt helység, akkor azért ott egy biztonsági festés. És akkor ebbe a helységbe, mindig is két helység, akkor lehetne akkor ugye egy időszaki kiállításokat csinálni, akár eredeti témából, akár a helyi versenyt is lehetne csinálni. Tényleg, ja. Az már szépen ilyen versenyt tudod. Tehát furtatni, a versenyt legyen egy versenyszellem, nem, hát itt mindenféleképpen az egyik az oktatásra, meg az előadások tartására valahogy ki kell alakítani a helyszínt, meg plusz egy stúdió helyszínt is ki akarok alakítani, ahol folyamatosan lehet az adásokat, és akkor nem kell. De a stúdió az mindig van. Jó, de ha most ott van egy stúdió rész, érted, ott lesz egy asztal, amit folyamatosan lehet akkor csinálni a kis adásokat, és nem. A heti adás azért az elég sok, sokat kell dolgozni vele. Folyamatosan tudjam meg. Szóval az adásban lehet, hogy valaki otthon csinál. Persze lehet. Bár helyszíni riportok, akár mit tudni. Szolnoki repülőhúzom egyesével. Ezt mondom, hogy az nem egy berendezett környezet. Lehet olyan is, de én egy állandó stúdiót is be akarok rendezni, ahol, mit tudom én, akkor meghívom. Azért szépen egy vendéget, beszélgetsz vele, amit állandóan tudsz használni. Meg akkor melyik Hollywoodról beszélje? Először. De miért? Ez szerintem nem elképzelhetetlen.
hogy így ezt meg lehet csinálni. Ugye? Hát figyelj, 60 négyzetről főleg, ha 260 négyzetméter, azért ott elég sok minden elfér. Egyikben akkor meg lesz a másikban, meg a stúdió rész. Babis. Gondolom. Na jó. Hát nagyjából ezen a három pilléren szeretnék úgymond akkor elindulni a egyesülettel kapcsolatban. Na nézzük, miket írogattam végre. Igen, ezt már megbeszéltük, hogy helyszín kialakítás, akkor itt a festés, tudom én, akkor stúdió rész kialakítása, ez lenne az első feladat. Magánál az egyesületnél, utána az egyesület szabályait és etikai kódexét kidolgozni, hogy egyáltalán bizonyos kereteken belül tartsuk ezt az egészet. Mert nem szeretnénk, tudom én, akár politikai vagy bármiféle acsargást hallani akkor az egyesület. Jó, ezt most nem kimondottan rád értettem, hanem kollégánkra, de ő tudja magáról. Hogy ezt szeretném, ha a politikai mentes övezet lenne, és azért gyűlnének itt össze az emberek, hogy a makettezésnek és egyéb dolgoknak éljenek. Mi van? Miért? Ki? Nem, erről be kell számolni, hogy akkor én ezt a fognak föltenni. Hát te napot ezt elkerüljük, hogy ne legyenek ilyen érdekes. Függetlenül nekem ettől be kell számolnom. Jó. Hát ezt kell, ezt a második pontnak, de ez majd az elnökség. Személyeddel van, mondom én, hogy ezt majd lesz. De miért lenne gond? Nincs körözés kiadva ellenem. Mikor sem tudni gond? Ő az ügynök. Hát jó. Nem jó keresni, nem jó elkapni. Ő az csak, mert ő tanul Szovjetunióban. Ő az csak, nem jó elkeresni. Szerintem is azért valamilyen szinten az egyesületnek jár. Támogatnánk ezt, sőt, egyébként hozzá tettem, hogy azt mondtam, hogy magyar gumicsiket is valamilyen szinten, vagy ilyen szinten, mint hogy ez volt, annak idején. Egy fiatalok, na az legyen, hogy 6 órakor reggel, mikor a buszra felszállok, és megyek végig a városon, a pesti oldalról Budára, munkahelyemre, csak azzal találkozok, fiatalokkal, akár magyar, akár nem, más jóba tartozó, hogy reggel 6 órakor, akkor mikor jár egyetemre? Ő akkor mit csak azt mondja, hogy hazafelé. Csak délutáni órákat kell felvenni. Én azt mondom, hogy valamilyen szinten szerintem a magyar homogyűjtőt. Megmondom megnőszem, hogy tehát nem mondtam már arról, Edenes úrral, az a legség parancsokkal én már beszéltem ezen kapcsolatban, mondta, hogy egyéb más olyan jellemű fontosabb dolgok vannak, ezt mondta, térjünk vissza belül a dologra, és meglátjuk. Reméljük, hogy akár bármi. Akár például? Igen. Hát akár egy laktanyabejárást, egyéb dolgokat megmutogatnak bármi. De hogyha mondjuk a parlamentben például Szentkoronon, tehát volt szerencsém két szemtéről látni a felségét, lehet, hogy megveszem. Jól megyünk a parlamentben szépen. Én ezzel tudok hozzá. Menjünk, beültetjük a gyerekvideó helyére. Na, szóval, helyszín, etikai kódex, hármas dolog, amit az első éves tervek közé írtam, akkor ez a gyerekoktatásnak az elindítása. Ez jövő szeptemberre tervezném, hogy addig kialakítjuk a helyszínt, addigra összeáll mondjuk egy kiállításanyaga, egyáltalán meg tudjuk szervezni ezt az egészet, kitaláljuk, hogy mondjuk a népszerűsítő napon, amikor kimegyünk az iskolába, mi legyen, milyen programok legyenek, hogy zajlódjon ez az egész. Ezzel azért írtam magadnak ide szeptemberre, hogy ez szeptember 1-től, az új iskola év kezdetétől, akkor el lehet kezdeni itt a kerületi iskolákban, és akkor majd szépen erre. Támogatás szerzni. Nem vonjuk el a tanuló figyelmét, mert egy-egy technika óra keretében, nem technika órára megy, hanem akkor eljön a makettészeti napra, és akkor megnézi. És előtte már azért ott lesz, mit tudom én. Látok, amit nem érdekli őket.
Nem biztos az. Hát az nagyon kevés. Figyelj, majd akkor rakunk egy-két rózsaszín, mit tudom én, dankot is, meg egyéb dolgot is. Rózsaszín, mit 23-at? Persze. Rózsaszín, speedfire, olyan volt is. Volt, igazából. Csak a lányokat is megvett. Tudod, milyen jól emletett látott, behovott, hogy nem lették észre. Az biztos, hogy Janot nem lették. Behovott, és nem látott. De a hasa és rózsaszín. Igen, az egész rózsaszín. Hát akkor csaljuk meg, azt meg lehet, hogy minden lehet mutogatni. Meg a rózsaszín. Akár de inkább én azt mondom, hogy a pillanatban az emtálunk, és a hasonlóknál biztosan sikerül. Azt kell mondani, hogy a lányok szépen festett magát, a körben is mondom, hogy szépen. A rózsaszín közé kell egy lány is, hogy a fiúk lejárjanak. Na, szóval ez a hármas pont, akkor szeptembertől akkor ezek az iskolai népszerűsítő kampányokat tűztem ki. Na, hát a négyes pontnak írtam én igazából a kellemetlen dolgokat, vagy a kellemetlen dolgot, ugyebár az anyagi részét az egésznek. Egy milliárd. Hát nem egy millió dollár. Na, tehát valamennyi pénzre szüksége van az egyesületnek egy alapfőcére. Én arra gondoltam, hogy ezt mondjuk egy 5000 forintba határozom meg, hogy te mindenki annyit ad igazából, amennyit gondol. Amennyit gondol, Janónak nem kell, mert azt én intézem, de a többiektől mondjuk egy ilyen évi 5000 forintos tagságdíjra számolni. Jó? Rossz vagy. Nem kell. Szóval, évi 5000 forint, amiért cserébe majd kidolgozunk egy támogatói programot, hogy aki befizet valamennyi összeget, hogy az mégse érezze elvesztegetett összeget, ezért majd a boltokkal én meg fogok egyezni, hogy egy bizonyos kedvezményrendszert ezért biztosítsanak majd az egyesületi tagoknak, plusz ők ingyen látogathatják a rendezvényeket, amiket majd szervezünk, az előadásokat, egyéb dolgokat, akkor ingyen lehet látogatni. Póló kitűző, stb. Igen, bizonyos összegek fölött, majd ezeket tudjuk biztosítani. És én úgy érzem, hogy elsősorban az 5000 forint az nem egy olyan nagy összeg, de viszont valamennyi alaptőke a bizonyos napi működéshez kell, mert ugyebár lesz mondjuk egy villanyszámla, lesz egy mondjuk interneti, akármilyen, ami hogy egyáltalán tudjon működni a dolog, mert oké, hogy kapunk egy helyszínt, de azt azért működtetni is kell, lehet, hogy télen mondjuk egy sörre is igen, télen mondjuk egy fűtésszámlát kell fizetni valamit, szóval valamennyi összeg kell az egyesület. De nem szeretném azt, hogy ez a pénzről szóljon, mert igazából egy non-profit szervezetet szeretnék, nem meggazdagodni szeretnék, hanem azt szeretném, hogy ez a pénz normálisan... Nyilvántartva lesz. Nyilván, persze, ez természetesen. Igen. Tehát a szabályok sem igen. Ott lesz az, aki kezdi ezt. Igen. Tehát erről be kell számolni az állam. Persze, ez természetesen... De az egyesület főműködését inkább támogatásokból szeretném elsősorban megoldani. Adó 1%-át, amit beszéltem itt a Petivel, azt csak 3 év után tudjuk igényelni. Igen. Szóval az adja előre távlati terv, 5 éves terv, mondhatjuk 3 éves tervnek. Szóval tehát inkább a támogatásokból szeretném megoldani a bizonyos dolgokat, és én ebben szerintem elég jó vagyok, hogy elég sok céget meg tud győzni arról, hogy majd valamilyen úton, módon lehet, hogy kicsivel vagy kicsit többel, de támogassák ezt a célt. Egyébként meg, hogyha valakinek van valami olyan jellegű ötlete, ezzel kapcsolatban építő jellegű, természetesen, hát ezt azért van az egyesületi tagság, hogy ezt együtt megcsináljuk, mert ugye már egyedül nem mindent lehet megcsinálni, és ezért kell... Támogatás mindenhonnan nagyon jó jön, amennyiben lehet. Én személy szerint a honvédség irányába megkeresem az előjáromat, és megkérdezem. Nem mondok most se pró, se kontra. De hogy azt mondják éppen, hogy mert mindig ezzel jönnek, hogy
nincs beruházás, nincs az egyenruhára, kapjuk az ugye egyenruhát, mindenki szarcsai. Viszont meg reprezentációra meg így szórják a lóvét. Tehát ne tudjátok meg, több szobor van egy laktanyában, mint katona, akinek senki kivar egyébként a gyakorlóba. Úgyhogy meglátjuk. Hát igyekszem én ezen a vonalon. Figyelj, nem feltétlenül anyagi szempontból, de ha már tényleg mondjuk egy ilyen parlamentbe le tudtak jutni a gyerekek közelről megnézni. Bármi téged támogatás. Teljesen mindegy, milyen jellegű, hogyha mondjuk teszem azt, mondjuk a vezérkari főnök, mondjuk azt mondja, hogy lejön, és azt mondja, hogy a maket, mondjuk rendezünk egy házat, de lejön a vezérkari főnök, aki a fővédnöke lesz, és azt mondja, hogy igen, köszöntöm a kettőt. Már egy kapcsolat valamilyen szinten. Persze. Hiszen a vaketezés másról se szól, arról, hiszen a legtöbben katonai dolgokkal foglalkozunk. Tehát katonai témájú, és így talán mind a két oldal előbb. Hát igen, mert valahol a makettezésben benne van az, hogy az ember a haditechnika szeretet. Lehet, hogy nem is megy el katonának, de a haditechnika azért mégis ott van a kis szíve csücskében. Akár repülő, akár tank, akár bármi, azért tudjuk nagyon meg jól. Meg valamilyen szempontból szerintem a hazatársaságra is nevel elég. Akár, igen. Ezek egy jó célok, amiket jól előadva tök jó támogatásokat lehet ezekre az ügyekre előteremteni cégekről. Ja. De én úgy érzem, hogy... Ahogy részemről mondom, én ennyiben. Én részemről meg majd az elég sok céget meg fogok keresni, meg megpróbálok minél több mindent összeharácsolni, hogy amit értelmesen el tudunk költeni. Azt mondjuk fontosnak tartanám kiemelni, mert hogy nehogy félreértés legyen, hogy itt ez nem az a fajta klub tevékenység, hogy valaki legyen, és utána érnek ilyen majd Móváron meg a bolyén. Ez ügybe keresétek a Jannik Zsoltikát. Igen, majd, a painting school-t. Itt igazából az a cél, hogy ami szerintem nagyon fontos kiemelni, és azt nem tudom, hogy elhangzott-e, mert kicsit már bevangultam, hogy nem tudom, ti is észrevettétek-e, hogy borzasztó az a csarkodás egyébként a kettőző berkeken belül, főleg az interneten. A legtöbbnek sajnos nem az az alapja, hogy most milyen színű volt az a német egyenruhal, és akkor szerintem értitek, hogy mire gondolok. De az, hogy nagy az a csapkodás, az egyetlen egy dolgot mutat, hogy van tömeg, és van tömeg, akkor növekszik ez a tábor, és ha növekszik ez a tábor, akkor továbbra is van jövője. Egy szót sem szólnék, hogyha tényleg arról lenne szó, hogy összevesztek a MiG-21 kabin színén, de nem erről van szó, hanem arról, tehát most akkor legyen ki a pékesedésre gondolok, meg hogy ki hol vásárol, mert ez az, ami valóság. Hát igen, de hát ezáltal, mivel már én is próbálom a két cégeket így, akik mögöttünk vannak, és minden céget összefogni, és egyáltalán az, hogy tényleg ne egymás ellen menjen mindenki, és ne legyen ez a klikkesedés, és egy normális magyar makettező közélet legyen, hogy egyáltalán tényleg, tehát az ember élvezze azt, hogy makettezik, örüljön neki, megnézze a kis műsorainkat, és egyáltalán... Hát, hogy a röhög rajta egyet-kettőt, akkor már nyertünk, igen. Egyrészt, másrészt meg... Most ugyanúgy, mint a ProModell, annak idején. Tanuljon is belőle. Akár lehet az. Akár tanulhat is belőle, de... De főleg ez a cél, hogy tanuljunk belőle. Amellett van a humor. Hát vannak szórakoztatók, hogy tudom már, tanulás, a fő célpont. És mellett az, hogy humorosan vegye ezt a dolgot. Igen. Ugye a legjobb mondatása... Ne sértődjön meg. Tehát a legjobb... Parancsolj, bocsánat. A legjobb tanulás az mindig a szórakoztatás, a legjobb tanítás az mindig a szórakoztatás, ezt a jobb tanárok azok fel szokták ismerni. Egyébként meg, hogy be is fejezem, amit elkezdtem, azt akartam még mondani, hogy tényleg, hogyha azt akarjuk, hogy 20 év múlva is legyen makettezés, akkor valamit kezdeni kell a fiatalokkal. Tehát igazából erről szól az egész. Pontosan, mert annak nem volt értelme, például én szórakot tapasztaltam több évvel ezelőtt, hogy srác egy marha jó, talán három fém, akkoriban fémfényegész magyarokon kerülni. És egy kezdő lurkódott netten mellé a fő termékén, és nagyon lekezelően mondtam neki, hogy mond
nagyon negatívan értékelte, mondta neki, hogy mondom, Iván, mondom, ez szerintem ez mennyire lesz építő jellegű az ő irányában. Na hát ez a klub nem is működött. Ez így ebben a formában ment. De azt kell elérni. Igen, tehát mindenféleképpen segítő jelleggel, meg inkább az amatőrökre koncentrálva, hogy egyáltalán őket segítve, és nem kirekezve ebből az egész történetből. Amit mondtam egyébként, nézzétek meg! Én ezt mondom nektek, mert én maketboltosként ezt tapasztalom, hogy azért 10-20 évvel ezelőtt százasával jártak be a gyerekek a maketboltba. Tele volt a maketbolt gyerekekkel. A mai világban épp egy-egy évben betéved. És nagyon nehéz őket egyáltalán megfogni. A virtuális világ elvonza. Igen, elvonza őket, de nincs az, aki segítsen otthon, hogy jó, akkor összerakja az első maketét, és akkor lehet, hogy egyáltalán érdekli az egész. Dolog, de az életre meg alkalmazott. De ennek köszönhető ez a... Nem harcolni kell ellene, hanem alkalmazkodni. Hogyha valaki egész nap lövöldözik otthon a gép előtt, akkor meg lehet, akkor azzal is meg lehetne fogni. Igen, mert azon keresztül fogjuk. Figyelj, ha érdekel, semmi baj, tehát honvédben nagyon jól tudod, hogy ebből lehet jó dolgokat építeni. Szia! Szóval... Meg kell fogni őket, oda kell menni, segíteni nekik az első makettjét összerakni, meg kell ismertetni vele ezt az egészet, és erre nagyon jó lesz az egyáltalán ez az iskolai kampány. Egyáltalán rávezetni, amit mondasz, hogy rávezetni őket arra, hogy... Hát egyáltalán tudja a gyerekeknek a 90%-a, hogy létezik ilyen, hogy... Ám az iskolában meg tudják, ez a lényeg. Hát, nem tudja, mert nem foglalkozik, mert tényleg megnézi a World of Tanks-ot, és neki ennyi elég. Kább az, hogy jobban játszik. Mi azzal szembesülünk legtöbbször, például a Honvédségnél, hogy jön be, és azt mondja, hogy 500 000 forint. Így jön. 500 000 forint. Mi? Kinézek így a kapun. Így összesen, kb. Kinézek a kapun, mondom. A Lurko, mondom, te mit akarsz? Menjél valamelyik más irányba. Itt nem fogsz ennyit tenni, ha csak ki nem mész misszióba, de itt ekkora pénzt tenni. Jó, hát, de ez átlagosan minden fiatalra el lehet mondani, mert... Az a baj, ez amúgy tényleg ez már egy másik beszélgetésnek a tárgya lesz, de nagyon érdekes felfogásai vannak arra, hogy mi a magyar átlagfizetés. Igen, hát a magyar átlagfizetést ők a nyugatinak gondolják, ami nem teljesen igaz, de mindegy, mert mi elsősorban, én legalábbis, amit itt is ideírtam magamnak a gyerekműsorok tekintetében, hogy az elsősorban az általános iskolás korosztálynál kell elkezdeni ezt a 10-től 14 éves korosztály. Fiatalokat kell megtenni. Igen, mert akkoriban fogóikonyak arra, hogy tényleg az első makettét egyáltalán összerakja, van annyi türelme, hogy egyáltalán belekezdjen ebbe az egészbe, ott kell valahol megfogni, lehet, hogy utána mondjuk 10 évig nem fog makettet összerakni, de nagy szanszal akkor 20 éves korában, hogy igen, én egyszer összeraktatom a kettet, és akkor újra kell. Mert ez a legnépszerűbb a... Tehát egyszer összeraktam, és akkor majd... Így vagyunk vele. Tényével elkezdtük, és igen. Akkor gyerekkoromban mi is maketteztük. Igen. Na, és akkor, de ha nincs aki összerakja veled azt az egy makettet, utána nincs mihez visszatérni. Hát nem volt. És akkor ilyet tökre meg lehet ismertetni velük. Roland, lehet egy... Igen? Ez jó kis gondolat. A gyerekeket elsősorban a versennyel tudod megfogni. Az a tapasztalat most már azért évek óta itt a Painting School-a, amióta megvan, gyakorlatilag ugye, amit a környéken van, mindenhol ott vagyunk. Szlovákok nagyon jól csinálják, hogy a legjuniorabb kategóriánkban gyakorlatilag nem az, hogy mindenki kap érmet, meg izé, de érmebb és legérmebb. Tehát értem. Hogy a gyereknek ennek a tizen eleje kategóriának ott van a pont, hogy gyerek csinál valamit, elmegy, kap érte valamit, és marha büszke, és még akarja csinálni. Tehát ez szerintem akár úgy, hogy mondjuk versenyeket visszatámogat az alapítvány, vagy akár csak makettekkel, hogy szóljátok ki a gyerekeknek, stb.
adsz neki egy plusz, tudod? És itt tudod jól megfogni. Hát én inkább egy ilyenre gondoltam, hogy a majd amatőr maket versenyek rendezése pont ifjúsági kategóriában. Századik maket versenyt mondjuk már fölösleges, úgymond a nagyoknak szervezni, de ami igazán mondjuk egy kicsikre szól, és tényleg ezt is országos szinten, hogy minden kis makettklubból eljöjjenek a lurkók, és összerakja a kis makettjét, és elhozza. Igen? Hogy ez tökrömmel működhet. Na mondom, én egy székesfehérvári tanár úrral vagyok, legalább én hívom tanár úrnak, meg igazgató úr. Azzal vagyok jóban, és már vele beszéltem is ilyenekről. Hogy az ő gyerekei jönnének ide, majd a mi gyerekeik mennének oda. Szóval ilyen bizonyos, úgymond csak gyerekeknek szervezett makettverseny lenne, amiben én gondolkoztam. Jó, hogy mondod, meg azt is, hogy a századik felnőtt verseny, ugye mi most rendezzük majd az első szeptemberben, és mi például nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk a gyerek és ifire fektetni, úgyhogy majd összeüljük a gondolatokat. Persze, igen. Oda majd be tudunk képülni, hogy van rá igény, meg lehetőség. Igen, mert természetesen ilyen versenyekre is elvinni a gyerekeket, fölkészíteni annyira őket, hogy megcsinálni velük az első makettjüket, és elviszi a versenyre, és tényleg nyer valamit vele, az már tök jó. A pozitív megerősítés, ez fontos. Kell, igen. Igen? Mondjad, Feri. Csak hogy ugye a Magyar Honvédség részéről mi járunk ugye négyszer is ilyen utakra, bár sok eredmények sajnos nincs, még a fizetés olyan szintre emelkedik, hogy megéri a fiataloknak bejönni. Viszont mellette ez szerintem csak megint csak megbeszélés kérdése, egy jár az agyam parancsokkal, hogy mellette akár a kérdőt is tudnál. Ami egy bevezető valamilyen szinten, mint ahogy a Levente, vagy az MHS, vagy valami bevezető, tehát a maga a honvédség irányába, mert sokan vannak, bejön a magyar honvédségbe, és bejön a fiatal lurkó, és azt mondja, hogy mi a fasz van? Ezt nézek így ki, most ezt nekem mondtad? Mikor én, tehát rendfokozatilag mondom, figyelj már azért, na jó, hát... Tehát nincsen tisztában azok a dolgokkal, ami... Tehát valahogy egy... Na. Hát kultúrát nevelni belőjük, igen. Hát, valamilyen szinten. Igen, valamilyen szinten. Jó, nehéz. De ha így állunk hozzá, hogy nehéz, és nem csináljuk, akkor semmi nem lesz belőle, érted? Nagyot kell álmodni, merni nagyot álmodni, hogy egyáltalán előre menjenek a dolgok. Nem azt kell nézni, hogy igen, most ez az akadály, igen, az meg ez az akadály, ezt kell leküzdeni. Így kell nézni a dolgokat, én legalábbis mindig így szeretek hozzáállni, de tudom, hogy te, meg az örök... Jó, csak a... A Corbett állasszal, mert ők nagyon együttok bendülnek. Most egyébként tűntakozom, egy úrom pendülésen. A Janóval? Mi egy úrom pendülnek? Azért az éjfix miatt van. Úgyhogy tűntakozom. Jó, tűntakozom. Létrosztolásnak helyt adok elutasítani. Az éjfix miatt van. Az éjfix miatt van. Hát akkor azt mondom, hogy semmi. A diplomatikus vagyok az a 12 majom? 12 gyűlös ember, igen. Az a fekete-fehér, igen. Van olyan Vili? Van ilyen. 12 gyűlös ember. Abban nem volt semmilyen gyűlös. Abban ez így. Jó, valami volt. Így valami volt. Szóval megbeszéltük ezt a témát is. Következő témánk a... Egyáltalán a kulturális közélethez még kapcsolódóan előadások tervezése, amit én Bubut is azért választottam be úgymond az elnökségbe. Ja, tisztáljuk a dolgokat. Ugyebár itt még egy szervezeti felépítést még itt az elején elfelejtettem közölni. Na, a szervezeti felépítést még elfelejtettem közölni.
itt én egy öttagú elnökséget gondoltam az egyesületben, és a tagságot 5, maximum 10 főben tehát így maximalizálnám, mert ugyebár itt a bizonyos szavazásokat és egyéb ilyen hivatalos dolgokat mindig lesakkozni, azért egy 15 embert is mondjuk egy helyre szervezni, azért nem egy egyszerű dolog a mai világban. Ezért gondoltam, hogy maximum 15 fős tagság, ebből 5 tagú elnökség lenne. Az elnökség pedig úgy épülne föl, hogy Kovács Bélát szeretném az egyik elnökségi tagnak, Kovács Petit, a Séri Petit és a Kis Attilát. Kiski Csabát, bocsánat. Jó, mindegy, átneveztelek. Jó, ők lennének az elnökség úgymond tagjaim. Ők segítenék a napi munkát, és egyáltalán tehát egy csomó mindenben szerveznék egyáltalán a dolgokat. Mert ugyebár egy ember ezt nem tudja, meg tehát nincs is idő mindenre, ezért több ember kell. Alapvétben ez. Igen. És ezért gondoltam, hogy maximum egy 10 fős tagság, és ott a szavazásokat mindent normálisan le lehet majd sakkozni. Nagyjából ez lenne a szervezeti felépítése a dolgoknak.